Szavaztok srácok, Csipi vagyok, és ez most egy ilyen rövid kis nézők elleni kihívásos videó lesz, plusz egy kis csapat bemutató. Arról lenne szó srácok, hogy mivel igazából nincs már mit csinálni a FIFA 17-ben, ugye SBC-k lejártak, igazából nem sokára lejár a VL is, amit már nem nyomunk, ezer éve. Szizonőzni nincs kedvünk, úgyhogy már csak a draftok maradtak. Úgyhogy, ha valakinek lenne kedve, az játszhat a legszellem Xbox 1-en, Xbox One-on. Igenis nagy feltétel nincs, UT csapatok, és legyen mikrofon old, mert rögzítjük a meccseket, és amelyik meccsek, tehát, a, a, tehát ilyen egy, oda-egy visszavágó lenne, tehát ilyen két meccses dolgokról beszélünk most, és akkor amelyik, jó jól sülnek egy normális jó meccsek, azok felkerülnének. Tényleg ennyi csak a kritérium, a kitétel, hogy legyen mikrofontok, hogy közben mehet a Duma. Akinek van kedve, az a Facebookon jelentkezzen, privát üzenetbe, ugye. Beteszem majd ide a Youtube-ra is a Facebook csoportunknak a linkjét, de Facebookon is megtaláltok minket FIFA by Alex néven, és akkor ott tudtok privát üzenetbe jelentkezni, aztán ledumáljuk, hogy mikor legyenek a meccsek. De mondom, mikrofon legyen, és X1, vagyis Xbox van, ezen játszunk mi, csak itt tudunk elfogadni ellenfeleket. És akkor még gyorsan a csapatokról, ugye van most egy jó pár csapatunk, így a játék végére, ezek közül választhatok ellenfelet, tehát nem kötelező mind a két meccset ugyanaz a csapat ellen játszani, hanem így eldönthetitek, hogy melyik csapatot akarjátok, hogy kipróbáljuk ellenetek, vagy melyik csapat ellen próbálnátok ki magatokat. Nézzük gyorsan, hogy ellen játszhattok. Van egy ilyen futis csapatunk. Csak futíz játékosok vannak, 4-3-3-as felállás. Összes játékos sbc és ugye az összes PL. Cseresor meg hát olyan, amilyen. Ez a futíz. Aztán a következő, aki ellen nyomhatjátok. First Wave, ugye ez a VLS csapatunk. PLS. A Weekend mindig ezzel toltuk. Elég jó kis csapat, tele van OP játékosokkal. És a cserébe csak három speciális játékos van. Ez a kettes számú csapat, aki ellen mehetek, hogyha esetleg van kedvetek játszani. Van egy olasz csapatunk, ezt szerintem már ismeritek a videókból. Ugye egy 3-5-2-es felállás van, itt egy ilyen védekező gyément, formáció, tele van sbc játékosokkal, meg ilyen nyitott informokkal, meg hasonlókkal. Lehet ez ellen is játszani. És akkor van egy futmasz csapatunk. Hát ez így néz ki. 4-3-3, védekező, ugye két védekező középpályás van, és egy sima középpályás. Ez mind futiz játékosokból áll. A cseresor már nem mind futiz, ugye van itt pár ilyen mérföldkő sbc vagy liga SBC játékos, de az alapcsapat az mind futiz, vagyis futmasz játékosokból áll. Ez a futmasz csapatunk, ezzel is lehet nyomni, hogyha akarjátok. Aztán következő, spanyol. Ez ugye spanyol játékosokból áll, illetve a cseres sorba vannak spanyol ligás játékosok is. De a kezdő 11 az spanyol játékosokból áll, vegyesen spanyol, illetve angol, meg portugál ligából és akkor ez a cseresorunk következő a német ezzel nem lehet játszani de megmutatom mert ez még nincs kész igazából ami is lesz már szerintem befejező soha ugye nagyon sokkal olyan játékos úgyhogy ez egy ilyen felejtős csapat ezt majd talán egyszer kipróbáljuk de ezzel ellen azt így nézők elni játékra nem szeretnénk így most így elhasználni ezeket a lóan játékosokat. Szóval a következő csapatunk, Francia, francia, Ez is egy 4 -1, 2 1 2 2 es felállás. Hát, most csak amilyen nem tudok erre a csapatra mondani. Franciák vagy francia ligás játékosokból áll. Amit minden tudsz. SBC, Man of the Match, Movember, Futiz, Footmas, BLS kártya, és akkor ez a cseresor franciákból áll. Jó kis csapat. Aztán van nekünk itt egy angolunk. Ez mind angol játékosokból áll, ez az egész csapat angol játékosokból áll, ugye? nem angol ligásokból, hanem angol nemzetiség játékosokból, és akkor a cseresorban is csak angol játékosok vannak. Jó kis csapat, két OP kis bőzdés csatárra, meg ugye van itt két ilyen endofenérás, POTM, TOTS, FUTIZ, INFORM, És most csináltam nemrég egy hibridet, ezzel is lehet játszani egyébként. Itt még a cseresor nincs kész, hát itt azért... Uh, tocok vannak, van egy, hát egy ilyen prémium SBC, és itt van a legendánk is, POTM, Informag, Futiz. Ugye nagy része az PL, van egy legenda benne itt, meg ugye kettő darab uh, francia ligás. Nekem nagyon bejön ez a csapat egyébként, úgyhogy ezzel ellen is játszhatok, hogyha van kedvetek. Hát jelenleg egy ennyi csapatunk van, amit úgy meg tudtam mutatni, igazából bármelyikkel ellen játszhattok. Vannak itt még ilyen alacsonyabb rating, kisebb csapatok. De nem tudom ki hiányzik, de két játékos is hiányzik, de meg nem mondom, talán... Béli vagy Smalling, fogalmam sincs, hogy innen kitáldoztunk be már. Innen is szerintem hiányzik már játékos. Igen, Butland és Bayley. Őket így eladogattuk időközben. Csak a csapatok benn maradtak. Ugye van a bronz csapatunk, hát... Ez is egy jó kis csapat, de hogyha ilyen full brutális csapatok van, akkor nem állunk ki... Ezzel, mert most már azért nagy különbség van egy ilyen bronz és egy ilyen toccos csapat között. Team Alex szerintem minden is hiányzik már valaki. Igen, vagy ezt az előbb néztük, fogalma sincs már. És akkor van egy 193-as csapatunk, de itt meg túl sok a Loan játékos, úgyhogy ezzel ellen se állhattuk. ezzel, ezzel se játszunk ebben a nézők elleni kihívásba, amíg valami, valami értelmes csapat. Itt van a legalácsonyabb rétingű csapat a magyar csapatunk. Volt egy ilyen FIFA Buy Alex, nem is emlékszem igazából. Ja igen, ezzel is VL-be nyomtuk. Végül ezzel is lehet játszani, szóval... Ja, ez is jó kis csapat egyébként. Na srácok, ennyi lenne ez a kis videó, akinek van kedve Xbox One-on, tehát x 1 Xbox 1-en nyomni egy oda-visszavágos, két meccses ilyen kis a körködős meccseget és dolgot, azt keresse meg minket a Facebookon, privát üzenetbe, és akkor lebeszéljük a részleteket, hogy mikor érünk rá, vagy mikor lenne jó, ott leegyeztetünk mindent, aztán mert a dolog, mondom, csak annyi a kritérium, hogy legyen a mikrofontok, és akkor mehet a party chat a stream alatt. Máshoz a kapcsolatban elmondani valóban igazából nincs, úgyhogy találkozunk legközelebb. Csipi voltam, szevasztok!